Szóval, hol is kezdjem? Egy nagyon meleg szombati délelőtre terveztük meg az osztálytalálkozót. Szinte mindenki ott volt kisiskolán kapujánál, amit kis késlekedés árán, de csak sikerült kinyitni. Öröm volt látni megint a régi arcokat, és magamban megállapítottam, nem is változtunk azért olyan sokat. Vagy csak nem vettem észre szerencsére. 10 év talán még nem olyan nagy idő, és mivel nem költöztünk a világ végére, így még szinte hetente is láttuk egymást. Anyukám életében egyszer volt osztálytalálkozó, és állításom szerint annyira sokkolta, hogy mennyire megöregedett mindenki, hogy soha többet nem látogatott el efféle összejövetelekre. Arra sem emlékszik szívesen, mit érzett, amikor ő következett, hogy elmesélje, mi történt vele. A szívet tépő, többnyire vállásokról szóló, vagy számára unalmas semmit mondó történetek után egyszerűen nem volt kép azt mondani, hogy ő tulajdonképpen egész jól érzi magát. Egy embert vártunk nagyon, aki 4 évig velünk volt jóban, rosszban, az osztályfőnökünket. Rendőrségi híreim következnek. Tegnap éjjel a budapesti Kozma utcai börtönből elszökött P. Tíme nevű 63 éves szolnoki lakos, aki azért került börtönbe, mert gyerekeket illegális teátrumista módszerekkel tanított. Ezért a tettéért 20 év börtönt kapott, amiből csak 2 évet töltött le. A rendőrség nagy erőkkel körözi. Meg nem erősített információink szerint mindenkit kihallgatnak, aki utoljára találkozott vele a 10 éves osztálytalálkozón. Milyen viszonyt ápol a megszökött P. Tímea nevezetű szolnoki lakossal? Sokszor küldött szavaló versenyre, és sok jó tanácssal látott el.
Hát mindig behozhattam a dobomat, és nagyon sokat doboltunk együtt a ballagás után is. Az egyik számítógépes játékot, amit írtam, neki ajánlottam. Általa megszerettem a művészetet. Együtt nyitottunk számlát az OTP banknál. Az első könyvemet együtt adtuk ki. Spanyolországban az ő színházi csoportját én vezethettem. Miatta mentem a Honvédba focizni. Mindig biztatott, hogy táncoljak. Ő mondta, hogy legyünk edzők. Sokszor lesz időd, de így visszagondolva tényleg igaza van a dolgokban. Kérhetnék egy pohár vizet? Nekem üldözési mániámban. Kazálának készültem, de szinkronban vagyok most. Kölcsönösen segítettünk egymásnak, ezért is maradtam a tanári pályám. Tudta, hogy jó orvos lesz belőlem. Én vagyok az ügyvédje, nem nyilatkozhatok. Mindig türelmes volt hozzám. Sokat segített nekem, és én ezt viszonoztam neki. Az ő dráma órái miatt lettem színész. A régi osztályképeket nézegetve hangos hahotázás tört ki mindannyiunkból egy-egy fotó láttán. Hű, ő is ide járt? Meg ki ez a tanár? Ez hol készült? De hülyén állt a hajad? És ehhez hasonló igen érdekes kérdések hangoztak el. Miután megbeszéltük, kikibe volt szerelmes, ott volt Bence is, aki már elég előtt érzett magába 10 év után, hogy bevesse magát a lányoknál. Mikor adjátok ki az első fizetődőjét? Hát szóval lecseréltem a dobszertóval, vettem úgy szépen. És sokkal jó? Sokkal jó. Zárját, van kutyánk. Na milyen a hás élet? Hát még csak őleg így vagyok. Zárját, mint előzetes mehet. Senki sem gondolta volna, hogy Szabinából rendőr lesz, vagy hogy Gémek Patrik összejönnek az 5 éves találkozó után. Érdekes volt, ahogy 8. arról beszélgettünk Tamarával, aki akkor orvos akart lenni, hogy majd milyen jó lesz, hogy talán az osztálytali idején már ő fog kezelni bennünket. Ma ő az orvosom, és még legalább 3 ember jár hozzá az osztályba, akiről biztos tudok. Arról is beszélgettünk, nem csak a hajunkat készítetjük egymásnál, hanem a gyerekeink is a leendő tanárokhoz járnak majd. Vagy épp viszik a számítógépeiket szerelni, vagy gyümölcsöt vesznek tőle. Sejtettük, hogy Mári Zoli sofőr lesz. Te milyen kocsival jöttél? Busszal jöttem. Van egy buszod? A másik nagy élmény, hogy ott volt sok fiú is, és rengeteg tervük van. Dolgoznak másokan most is, esetleg tanulás mellett. Egyre ritkább manapság az ilyen példa. Jó, festettem egy képen utána, és megnézni. Mikor ez az ki a következő könyvedet? Már nyomdában van, szeptemberre meg lesz. Lengyel Anna nagyon aranyos volt, és nem gondoltam volna, hogy tényleg egy nagyon jó magabiztos színész lesz belőle. Szerintem kicsit hasonlít is. 2 hadzőrre. Képzeld, Fanny, köztelen fizikát fogunk csinálni. Lenne kedved szerepelni? Persze, itt a negyed kártyám, már szintes. Képzeld el, hogy van kritikai lányom. Ez nagyszerű, és hogyan különbözik ez meg itt? Az egyik alapján. A szőkének a bal kezén van a jég, a barnának a jobb kezén. De talán, ha lehet ilyet mondani, a felsős osztályfőnök nénének örültünk a legjobban. Bár már nyugdíjba ment, és boldogan tölti szabad idejét az unokáival, mégis ugyanaz a kemény, kicsit vicces, bátorító személyiség maradt, aki akkor is volt, mikor 5. mentünk. Hát igen, rég találkoztunk ilyen sokan. Tessék, csak telefonjuk. Gondolja, sose tudtam felülni erre a válszékre. Jé, hogy megnőttetek. Azt, ahogy mindenki milyen gyönyörű nagy lett. Mindenki itt van közületek? Mindenki eljött erre az osztály találkozóra? Igen. Szépen. Jó évvágyat kívánok! Voltunk ugye középsülősök, aztán indultunk szana szét ki ilyen ki olyan főiskolára, egyetemre, ki pedig munkahelyet keresett férhez, ment megnősült. Nálam ez úgy valósult meg, hogy 2 hónap alatt befejeztem az egyetemet, vagyis annak látogatását, mert hogy honvágyam volt és hazahúzott a szívem.
Nem azt mondom, hogy megbántam, szó sincs róla. Csak hát érvényesülni látszik az örök igazság, hogy az életet előre feléjük, és csak utólag értjük meg. Jobb hián próbáljuk elütni a dolgok élét. Hogy minden rosszban van valami jó, és fordítva, ugye? Vagy hogy valamiért ennek így kell történnie. Szia! Orvos lettél? Megvizsgálnak? Képzeljétek, egyik lány sem áll velem szóba. Hát jó, hogy még mindig idegesítő vagy. Menjünk a Szabinához, mindig is tetszettél neki. Na jó, figyeljek. Most nyílt egy FHB fiók a várkoni. Ki kéne rabolnunk? Na, ezt ne így beszéljük meg. Oda megyek Szabinához. Szia, Fruzsi, nem tudod, hol van Szabina? Szia, nem. És tudod, mi lett a foglalkozása? Igen, azt hiszem rendel le. Ó, akkor sem. Ott van papír. Látom, mit csináljak vele? Meg kéne ráhagytan ott, ha már szingli vagy. De hát ő kinyilván van együtt. Hát, hogy próbált meg én. Képzeld, voltam terhességi tesztem. És ne ezek voltak a kérdések? Itt nem olyannak látjuk ám magunkat, mint reggel a tükörbe fogmosás vagy borotválkozás közben, vagy ami ennek az újságárusunk a saroki bódéból. Itt vidám, kedélyes a hangulat, mert hogy ezek a tükrök egészen furfangosan domborulnak. Mi történt ezután? Én ekkor parkoltam be a buszra az iskola melletti parkolóba. Engem miért hallgatnak, én nem csináltam semmit. Kérhetnék egy pohár vizet? Börtön ablakában soha nem süt be a nap. Hogy mi a foglalkozásom? Író vagyok. Szinkronizálásban mindig jó voltam. Most adtam el az egyik képemet. Nekem meccsen lesz, addig kiengednek? Ez a sokakta mind rólam szól. Nem ismerem Túró Krisztiánt, sohasem láttam. Számomra mindig az jelentette a kihívást, hogy valami újat fedezzek fel ismeretlenül. Ezért láttam idegen vezetőt. Alig kellene állnom az autóval, mert lejár a parkoló égem. Kijött az új játékom PC-re. Az Őrs le tud játszani Blu-ray-t. Még mindig nem nyilatkozok. Nem tudjátok, ki ölte meg Kennedyt? Egy külföldi karrierről álmodok. Nem lehetne kicserélni a lámpa körtét, árt a hangszálaimnak. Egy kis figyelmet! Hoztam egy DVD-t, amit Peti küldött nekünk. A 4 év alatti fellépésünkről, táborokról és egyéb dolgokról. Ezt most nézzük meg közösen. Jó. Yeah.
Menj, lefogjuk. Mik van? Most. Na. Most. Nem is tudtam, hogy börtönben volt Timi néni. Én sose fogok börtönbe venni. Ragyogó süt a nap, és szikrázik a fény. Nekem üzent, hogy a börtönben van. Én nagyon sajnálom. Elszomorodtam. Igen, több nőm is volt. Patrik csak velem volt együtt. Nekem anya azt mondta, hogy Timi néni jogtalanul kerül börtönbe. Anya, innen üzenem, hogy minden rendben. Cellád sötét falára, jegyezd fel minden napot. Itt dolgozhatsz várra, alakot formálhatod. És hogyha DVD-t hozok be? Aztán a vista, baby. Dekázhatok egyet? Büfé nyitva van? Nekünk sietnünk kell, mert edzésünk lesz. Én még mindig nem ismerem túlról Krisztián. Bármi baja lesz, meg fogom gyógyítani Timi nénit. Festő vagyok, de a magam ura. Van egy galérián Budapesten, sokan szoktak jönni látogatni. Sokszor más művészek is megcsodálják a munkáimat. Egyedül élek, mert azt mondják, de szerintem sokkal inkább független vagyok. Képzeld, Timi néni tanácsolta nekem azt, hogy nem csak ez a nagy sportoló, aki nyerni tud, hanem aki fel tud állni egy pofon után is. Nem élek kapcsolatban, ami szerintem nem hátrány, nem hiány. Régebben, mikor a házasságnak hátat fordítottam, akkor bizonytalanul mentem még az utcán, de most már nem. Külföldre szeretnék kutatni, és ott megteremteni a karrieremet és a jövőmet. Mert ott sokkal jobbak a lehetőségek. Csak az a baj ezzel, hogy hiába volt a pénz, mégsem vihetem olyan messzire a barátaimat. Ó, szia! Hello! Köszönöm! Szívesen! Hallom, szingi vagy. Igen, még nem találtam meg az igazit. Sajnálom. És ti hogy vagytok Gigivel? Meg vagyunk. Kár, hogy a téve nem engem választottál. Ja, lehet jobb lett volna. De most miért beszélünk erről? Hisz ott a mennyasszonyod. El van foglalva. Hello! Szia! A helyedbe vigyáznék Annával. Mert? Mert Patrika láttam hátul édelegni. Mint már mondtam, most jutott ki az FHB-ban, és magas biztonsági rendszere van, ezért be kell vennünk a gyógyulatot. Gergőre gondoltam. Nem kell nekünk, megoldjuk mi hárman is ezt. Ez nem érted, már itt van, már bevettünk. Menj már innen! De nem érted, hogy kell a pénz az utazásra? Milyen utazásra? Hawaii-ra akarok menni a Bermudákba felüléseket csinálni. Hát de nekem meg kell a pénz a műtétre. Milyen műtétre? Plasztikai műtétre. Át akarom magam operáltatni Szent Tomival. Sziasztok! Miről beszélnek? Ki jött a legjobb? Semmi. Vele mi van? Gigi, várj! Beszélünk el! Ott van Anna, beszélgess vele! Te ezt nem érted, csak elmondta, hogy nem találta meg az igazit. Persze, és majd rád fog hajtani. De ahogy fog, én téged szeretlek. Akkor meg ne hozz ilyen kellemetlen helyzet, hogy mindenki észreveszi, hogy ott érdelek Szannával, csak én nem. Arról nem tehetek! Hát, fiúk, lányok, az a nagy helyzet, a szökésben vagyok. Elszöktem a börtönből. Azért szöktem el a börtönből, hogy itt lehessek veletek ezen az osztálytalálkozón. Ezt úgy gondoltam, hogy semmiféleképpen nem fogom elmulasztani, de én már vissza a börtönbe nem megyek. Viszont tudjátok, azért mindig szerettem veletek beszélgetni, meghallgatni a problémátokat. Ezután is, hogyha úgy gondoljátok, hogy szükségetek van a tükörszobára, akkor nyugodtan csak gyertek el hozzám, akár többször is. Én meghallgatlak benneteket, és én nagyon szívesen segítek mindenkinek. Az okos emberek kutatásaik alapján azt mondják, hogy tök mindegy, hogy az egyénnek milyen társadalmi helyzete, soha nem fogja magát elégedetnek érezni, hiszen arra vagyunk hajlamosak, hogy a saját státuszunkat mindig az egyel magasabb szintet elfoglalókéhoz viszonyítjuk.
Így aztán persze, hogy soha nem vagyunk kibékülve azzal, ami éppen van. Rendőrségi híreink következnek. Továbbra sem találják a képen látható P. Dénia nevű szolnoki lakos, aki a napokban szökött meg a börtönből. A rendőrségen még folynak a kihallgatások, de a folyamatban lévő ügyre való tekintettel még senki sem nyilatkozhat az esettel kapcsolatban. Szóval mikor látta utoljára a szökevényt? A találkozón láttam legutóbb. Hogy elé mentem a kocsival? Én nem vezethetek. A vőlegényem egy szemétláda. Csak az új könyvemről beszéltünk. Nem tudom, merre indult el. Kocsival ment, azt tudom. Bárhol is van, úgyis feltalálja magát. A Suzuki-t lecserélte már, én buszolnék a helyébe. Börtönetest, de ha mégis szabadon szállhat a lélek. Én inkább meghalok, mint hogy álmok nélkül éljek. Rabruha rajtam, elég hülyén állna. Erről készíteni fogok egy játékot. Csak azt mondta, hogy igazolja külföldre. Sok sikert kívánok neki, ha találkozna vele. Azt hiszem, Toyotával jött. Ez a kihallgatás nevetséges. Nem tudom, miből volt pénze, de nem is érdekel. Valószínűleg azért akadt közöttünk olyan is, aki világ életében a sors kegyeltje volt. Akiben mindig csak jó dolgok történtek, aki soha nem tévedett el a helyes útról, aki így vagy úgy többnyire elérte kitűzött célját. Rendőrségi híreink következnek. A nemrég még körözött P. Dímea kocsiját megtalálták a szolnoki Tiszalin mellett a folyóban. Meg nem erősített információink szerint holttestet még nem találtak, de nem nagy a valószínűsége, hogy túlélte a balesetet. Útra vanulak annyit kaptunk az osztályfőnökünktől, hogy mindig küzdjünk az álmainkért, a vágyainkért. Ne adjuk fel, és tanuljunk, amíg csak lehet. Mert mindent magunknak kell kikaparni. És csak magunkért vagyunk felelősek. Mert helyettünk senki sem dolgozik. Azt hiszem, sok igazság van benne, és próbáljuk ehhez tartani magunkat. Thank you.
Patrik összejött Annával, azóta is boldogan élnek. Gigi buddhista lett. Donát tagja lett az Ömega együttesnek. Lengyel Anna és Fanni hétről hétre együtt lépnek fel a Modágy Színházban. Petra már több képet adott el, mint kortársai, Párizsban lesz a következő kiállítása. Kovács Tomi 7. játékát teszteli. Szántó Tomi, Krisztián és Bence jelenleg a keskeméti börtönben töltik a 3. hónapjukat. Nem sikerült az FHB sztori. Ajsa most Zalán külföldi karrierjéről írja a könyvet. Réka Turi Annával együtt a világbajnokságra készül. A kihallgató rendőrt vádolják azzal, hogy idő előtt kiengedte a vallomásról az osztálytársakat. Luca és Benita Moszkvában táncolnak egy kortárs balettban. Kovács Gergő visszament szinkron hangra. Tamara pedig neves orvoskutató lett. Mozsár Anna kihozta Damu Rolandot a börtönből, jelenleg az összes celebet ő védi. Dalmai Szimi és sminkes céget alapítottak. Bevették reklámasztak Fruzsit és Vilcsit. Fruzsi olimpikon lett. Szabina lett Debrecen város főrendőre, ahol Mári Zoli vezeti a volánt. Vásár Gergő pedig testépítő lett. To your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far. To be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn. Someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up. Well, I won't give up. God knows I.
even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.